Összesen 70-en neveztek a Böllérkupa teniszversenyre. A torna nevéhez méltón, amíg a sportolók a dobogós helyekért küzdöttek, a szakemberek és a vendégek egy 140 kilós disznót vágtak, amivel a torna végén megvendégelték a teniszezőket. A küzdelem a pécsi elektromos SE fedett teniszpályáin volt, ahol két kategóriában hirdettek versenyt. Meghívásos verseny ez, tulajdonképpen ezt már tavaly évben elterveztük, és meghívtuk olyan vendégeket, akik erre alkalmasak, meg erre érdemesek. 60-70 fő lesz, két kategória lesz, férfi páros, illetve vegyes páros kategóriában. A tél folyamán gyakorlatilag nem rendezünk versenyeket, ugyanis a bérlőket megtiszteljük azzal, hogy nem adjuk ki az idejüket, és ezzel is ide vonzuk őket. Milyen színvonalú küzdelem várható ma? Ez egy tulajdonképpen amatőr verseny lesz, az amatőr verseny egy társasági tenisz lesz, és én úgy gondolom, hogy jó színvonal, mert azért jó versenyzők indulnak itt. Én is indulok a verseny, vegyes párosba indulok, hát szeretnék az első háromban bent lenni. Férfi párosba indulnék, mivel csak egy helyen lehet indulni, úgyhogy a férfi páros választottam. Tud-e az ellenfelekről valamit, milyen küzdelemre számítanak ma? Hát elég erős a mezőny, és mivel ez a mai program, ez tulajdonképpen ilyen társasági tenisznek egy olyan hagyományát szeretnénk megteremteni, amikor is egy ilyen disznótorossal és egy disznóvágással egybekötötten. A fő program az tulajdonképpen az, hogy egy kicsit összejöjjünk, egy kicsit együtt legyünk. Tehát a sport is nagyon fontos, a mozgás is nagyon fontos, az eredmények is fontosak, de azért mégiscsak az elsődleges cél az a mai nappal az, hogy egy jó összejövetellel, egy hangulatos napot csináljunk közösen együtt, erősítsenek a barátságok, a kapcsolatok, és hát nyilván a végén azért eredményhirdetés is lesz, úgyhogy készülünk a komoly versenyekre is. Komoly fölállások lesznek, lesz itt első osztályú versenyző is, én például az egyikkel indulok, tehát én úgy érzem, hogy elég nívós mezőny összejött. Lesz még a közeljövőben versenye? Nekem már nem, köszönöm szépen a kérdést. Gyakorlatilag azt hiszem, ez az új év, vagy ez évi záró programot jelenti mindez a mai nap, és hát most már az adventre készül mindenki, és ez a mai nap is úgy lett kiválasztva, hogy az advent első vasárnapja előtti hétvégén programot jelenti ez a mai, és én úgy érzem, hogy ez egy jó felkészülés a karácsonyra is egy kicsit. A szeretet, a család, a barátság, egy kicsit a jókedv, a sok nehézségek és a mindennapos gyötörődések a hétköznapok után. A meghívásos tornán színvonalas küzdelem folyt mindhárom pályán. Varga János, a pécsi elektromos SE elnöke elmondta, hogy egyéniben nem hirdettek versenyt ezen a napon. A vegyes párosok közül Deák Zsuzsa és Gyenis Szilárd nyert, a férfi páros versenyben pedig Bartos Sándor és Nyúl Szabolcs nem talált legyőzőre. Varga János hozzátette, hogy idén is októberben húzták fel a sátortetőt a három főpályára, így a téli hónapokban is várja a pécsi elektromos SE a teniszezőket.